Köszöntöm a köztér valamennyi nézőjét. Pénteki ülésén elfogadta a város 2019-es költségvetését Székesfehérvár önkormányzata. A büdzsé főösszege meghaladja a 66 milliárd forintot. Erről is szót ejtünk. Stúdiónk vendége Farkas László, a pénzügyi bizottság elnöke. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, üdvözlöm a tévénézőket. Ugye végül 17 igen, 2 nem is egy tartózkodás mellett fogadta el aztán a képviselőtestület a 2019-es költségvetést. Korábban tárgyalt ugye a szakbizottság is a tervezetről. Milyen vélemények, állásfoglalások születtek, elnök úr? Általában a vélemények azok jók voltak, tehát a többség támogatta a költségvetést, mert olyan költségvetés sikerült ez évben is, amely az elmúlt 5 évben most már gyakorlat lett Székesfehérváron. Éppen mondtam, hogy ez a költségvetés aranylapjai, aranykorszaka Székesfehérváron. Köszönhető ez a városban működő gazdaságnak, rendkívül erős gazdasága van Székesfehérvárnak, és az iparőzési adó, a legnagyobb bevétele a városnak, az majdnem meghaladta 20 milliárd forintot, tehát ekkora összegre soha nem számítottunk, nem is gondoltuk, de annyira megindult a fehérvári gazdaság, hála Istennek, hogy ekkora adóbevételt tudott a város szertenni, hogy emellett van még az építményadó 1-2 milliárddal, és a gépkocsi, gépjármű adó 460 millió bevétellel, és egyéb kisebb adók 85 millió, tehát majd 22 milliárd volt az a bevétel, amely a város rendelkezik. Tehát nagy a torta, most nagyon nagy a torta Székesfehérváron, amiből lehet osztani, mindenkinek jut belőle, hála Istennek, tehát egy nagyon biztonságos, a működtetést biztosító, stabil költségvetése van a városnak, amely a fejlesztésekre is nagyon sokat fordít. Ebből a 66 milliárdból 33 milliárd az a pénzösszeg, amely fejlesztésekre fordítódik. Nem ebben az évben, senki ne jegyen meg, ez egészen pár évre elhúzódó és már megindult fejlesztésekről van szó. Ugye egy három nagy blokkba foglalhatjuk a fejlesztéseket. Van ugye a Modern Városok program keretében. 2015-ben kötött a város magyar kormánnyal úgynevezett megállapodást a Modern Városok program keretén belül. A legnagyobb pénzek ebből a programra jönnek. Akkor van ugye az Európa Uniós alapból, a különböző top alapokból az integrált települési program mentén lévő fejlesztések, és hát a városnak a saját bevételéből való fejlesztések, ez 6,6 milliárd, az ebben az évben fogjuk elkölteni. Ebben van a Sára Gyula program, az út, járda, parkoló felújítási program, vagy a Kégli György program, ez kimondottan az intézmények, bölcsödék, illetve igen, önkormányzati intézményi felújításokra fordítjuk. Akkor a közbiztonsági programot tudjuk, arra is körülbelül 200 milliót fordít a város. Tehát ezek az összegek, amelyek a városban, az a 6,6 milliárd, ez a saját forrás, ebben az évben kerül elköltésre. Amint mondtam, a többi része, nagy része az ciklusokon átnyúló, éveken átnyúló fejlesztések. Ma is döntöttünk több ilyen nagyon komoly közbeszerzés kiírásról, például a velencei ifjúsági tábor felújítására vonatkozó dologról, vagy a Vásárhelyi út, nagyon régóta húzódó Vásárhelyi út felújítása, azt két ütemben tudjuk csak megcsinálni, a logisztikai központig, a Sóstói Ipari Park hátsó részén vezető út, ez nagyon rossz állapotban volt többek között, erről döntött a város. Vagy nagyon fontos programol a Zöldváros Fehérvár tüdeje, itt a tervezésről írtunk ki pályázatot a mai nap folyamán. Ez is egy nagyon fontos program, itt kb. 32 hektáron fog egy erdősítést fogunk végrehajtani. Ez ott a Palotaváros. Palotaváros fölött lévő rész, 32 hektár, és 60%-a ennek erdő lesz. A maradék részén ilyen gazdasági épület, sétaút, ugye, mert akik ott sétálnak, ott lesz egy-két kiszolgáló épület. Tehát például erről is ma döntött a város, tehát majd minden közgyűlésen ebből a 33 milliárdból közbeszerzések, akár maga a kivitelezésre vagy a tervezésre, egy nagyon fontos dolgot döntött a tanulmány tervek alapján a Székesfehérvár parkolóház, talán most már belátható időn belül lesz Székesfehérváron parkolóház, ez a Palotai 13 helyén lebontott épületek, és ma döntött a város, három tanulmányterv került a közgyűlés elő, három változat, hogy melyiket adjuk továbbfejlesztésre a terveket, és itt egy olyan parkoló mellett döntöttünk, ahol több mint 500 gépkocsit el lehet helyezni,
ennek kapcsán fogja majd a tervező tovább tervezni ezt a dolgot. Tehát minden, esik minden egyes alkalomra nagyon komoly közbeszerzési kiírás. Nagyon fontosak a tartalékok, amely a város tartalékot kell, hogy képezzen. Ez körülbelül összesen olyan 3,2 milliárd, van egy 2,3 milliárdos gazdálkodási tartalék. Egy általános tartalék, ami 380 millió forintot tesz ki, és hát ugye a városban is vannak intézményei, 33 intézmény, illetve a saját cégeinél lévő nagyon erős bérfeszültség van mindenhol. Tehát az országban ugye most mindenki a bérfeszültségről beszél, ez elérte a várost is, tehát itt is kell a bérfejlesztésre fordítani. A minimálbér megemelkedésre került, a garantált bérminimum is megemelkedésre került. A város nem mond le továbbra sem a kafetéria rendszerről, tehát az alkalmazottjainak ugyanúgy, mint tavaly évben a kafetériát is megkapják a dolgozók, és a bérfejlesztés, ez mindegy 660 millió, 668 millió forint, ez a csomag, amely az ezévi bérkiegészítés, kafetéria, bérfejlesztésre fordítja a város. Tehát erre is sajnos nagyon nagy pénzeket kell fordítani, meg kell becsülni a városnál dolgozó embereket. És hát ugye ez mind szoros összefüggésben van a költségvetéssel, ez hiszen mind... ezeket a költségvetésben tudják gyakorlatilag biztosítani, amint azt elfogadják. Pontosan így van, ezért mondta a polgármester úr a gondoskodó költségvetés, mert itt gondoskodni kell ezekről az emberekről is. Gyermekétkeztetés, nagyon nagy összeg, tavaly 1,6 milliárd, most ebben az évben 1,8 milliárd, amit gyermekétkeztetés intézményekben, iskolákban, óvodákban, bölcsödékben, szociális intézményekben a város, amire fordít, ez is nagyon nagy összeg, erre is gondolni kell. Jóléti kiadások, ez a nem kötelező feladatok, ez az önként vállalt feladatok, úgynevezett jóléti kiadások, ez is nagyon komoly, a törvényi minimumot jóval meghaladó mennyiségben, milliárdos nagyságrend, amit a sport, a kultúra, az egészség területén, a város, az oktatás területén a város, amit nagyon komoly pénzeket, a felsőoktatást támogatja a város nagyon komoly mértékben, mindegy 140 millió forint, amely a felsőoktatás támogatására megy. Korábban elindítottuk az ösztöndíj programot, az Alba Régi ösztöndíj program, ez 20 millió forintos nagyságrendben biztosít a város erre fedezetet, és két nagyon komoly program is elindult, oktatás jellegű program, ez a digitális okos osztály, és a másik például a digitális felnőtt képzés, a robot technikára történő átképzés az embereknek. Akarjuk, nem akarjuk, a jövőben a robot technika fogja átvenni, tehát erre muszáj olyan képzett szakembereket, képzett embereket nevelni, hogy a gazdaságban megállják a helyüket. Tehát talán az Alba Innovárnak a létesítés, az igazoltás, igen, az, hogy igen. Van igény erre. Pontosan van. Még ez az élet, ez a követelmény. Tehát ez a követelmény áll előttünk. Egy ipari forradalom zajlik jelen pillanatban is az országban, csak épp a robottechnika felé megy ez az ipari forradalom. Tehát meg fog változni, 20 éven belül nagyon meg fog változni a foglalkoztatás, nagyon meg fog változni a szakma, minden. Tehát fel kell készülni. És a város is mindent a maga eszközével ehhez megkíván adni, ugye ezt követeli meg az élet. Nagyon fontos még egy társadalmi célú dolog is, elsőnek az országban, én nem is tudom, nem hallottam még, hogy lenne olyan város, aki például most a 65 év feletti embereknek, annak a generációnak, akik előttünk jártak, és valahol ennek a gazdaságnak az alapjait lerakták, ennek egy köszönet formájában minden 65 év feletti Székesfehérvárnak egy egyszeri 5000 forintos kifizetést fog a város. Nem tudni még melyik hónapban, mert a közgyűlés még majd erről dönt. Ennek, ez a városnak 150 millió forintjába kerül, illetve a munkába járás, az utazás költségeit is kívánja a város támogatni. Azon dolgozók részére, akik bérlettel járnak a munkahelyre, itt is a közgyűlés döntése értelmében, hogy melyik hónapban, a bérlet felét 50%-át át fogja vállalni a város. Ez úgy fog történni, hogy a dolgozó 50%-kal kevesebbet fizet majd a volán pénztáránál, és a volán utólagos elszámolással fogja a városnak ezt az összeget megmondani, hogy mennyi. 30 millió forint ez az összeg is, ami elkülönítésre került, tehát ez is egy 180 milliós tétel, tehát olyan erős a költségvetés, ebből is lehet látni, hogy a város képes ilyen dolgokra is fordítani.
Mindjárt megyünk tovább a részletekkel. A város polgármestere azt mondta, hogy mértéktartóan és kulturális stílusban zajlott a vita, már ami a költségvetésnek az elfogadását kísérte. Jöjjenek tehát a részletek. Szeretném megköszönni azonban képviselőtársaimnak, hogy ez a vita, én azt gondolom, hogy kultúrált hangnemben alapvetően tényleg a városról és a város értékeiről szólt. Ez még akkor is igaz, ha nem feltétlenül értünk mindenben egyet, de ez szerintem egy demokráciában egyáltalán nem probléma. Emellett is nagyon örülök, hogy 17 igen szavazattal, tehát nagy többséggel került elfogadásra a közgyűlés. Ez azért fontos, mert amit egyébként Márton Roland is elmondott, hogy ez egy stabil költségvetés, ez azt itt a szavazásban is megmutatkozva azt jelenti, hogy egy stabil működést fogunk tudni a mai költségvetéssel együtt ebben a városban 2019-ben is folytatni, és emögött egy komoly közgyűlési akarat, szándék és döntés is van. Amit én kiemelnék a költségvetésből, 66,4 milliárd forint ennek a főszege. Ez egy nagyon magas főszeg, de igazán nem ez a jellemző szám. A legfontosabb adat talán a saját bevétel aránya, hogy ez több mint 25 milliárd forint ebben a költségvetésben. Nem egész 30 milliárd forintot költünk városüzemeltetésre, intézmények fenntartására, önként vállalt feladatokra, a kötelező feladatok mellett, és mindegy 33,3 milliárd forintról döntött a közgyűlés, ami pedig a fejlesztéseket takarja. Ebben van állami fejlesztés, van Európai Uniós fejlesztési forrás, és van az önkormányzatnak saját fejlesztési forrása is, ami a helyi gazdaság és az abban dolgozók munkájának eredményeképpen mondhat el a közgyűlés. Tehát fontos elmondanunk itt a költségvetés elfogadásakor is, hogy ez a költségvetés abból a pénzből tud gazdálkodni, amit a fehérváriak munkájának eredményeként a gazdasági szereplők az önkormányzat számára biztosítottak. Szerencsére úgy, hogy ehhez magánszemélyként helyi adó formájában viszont nem kellett hozzájárulnia senkinek. Én úgy gondolom, hogy egy stabil, biztonságos költségvetés rendkívül magas fejlesztési arányjal és nagyon sok új intézkedéssel is. Ebben vannak azt gondolom kifejezetten újdonságok, innovatív megoldások, ugyanúgy, mint különböző támogatások, nagyon széles társadalmi csoportok számára. Én azt hiszem, hogy ez a város elég erős ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni, és ami nagyon fontos, hogy évről évre tudja ezt fejleszteni, hiszen egy adott esztendő az adott év lehetőségeiből tud kiindulni, de hát azon kell dolgozni, hogy ezek a lehetőségek bővülni, emelkedni tudjanak. És amellett az is fontos, azt hiszem, hogy ezekben a napokban sok adott témaként a béremelés kérdése. Ez a költségvetés nagyon nagy arányú forrásokat tartalmaz béremelések vonatkozásában is. Nyilván itt az önkormányzat is intézményhálózatnál dolgozók számára, illetve a cégeinknél dolgozók számára ez elérhető. Azt gondolom, hogy fontos volt, hogy ezt a pozitív döntést meg tudtuk hozni. Nos, hát erről a fontos döntésről beszéltünk az imént, hiszen ahogy azt ön is említette, a kefetéria rendszer maradását, a bérfeszültségeket valóban azt hiszem, hogy ez a maikor egyik kihívás, hogy ezt csökkenteni kell. Pontosan így van, és a város eleve abból indult ki, hogy a 2018 éves vívmányokat nem fogja megcsorbítani, tehát amit megkaptak a dolgozók 2018-ban, azt megkapják ebben az évben is, ez megvan a kafetériában, és egy 5-10%-os bérfejlesztés, itt főleg a helyi 100% önkormányzati gazdasági társaságnak, a városgondnokság, vagy az informatikai központ ebben ezeket a bérfejlesztéseket tartalmazza, és mint mondtam, a minimálbér és a kötelező bérminimum, ezt meg kell emelni, ugye emelkedett mind a kettő, tehát erre is forrásokat kell a városnak biztosítani. Tehát ilyen formában gondoskodunk ezekről az emberekről, és a város, ahogy mondtam, vagy polgármester is mondta, 668 millió forintos keretösszeg áll rendelkezésre. Aztán másik érdekes gondolat, hogy ugye építkezni kell, illetve a korábbi vívmányokat ugye mindig megtartani, akkor ez jellemző volt az elmúlt 5 évre, és az elmúlt 5 év költségvetésére, hogy mindegyik végül is egymásra épült. Hát általában a költségvetéseket mindig megpróbálták úgy összeállítani, hogy bázisévként az előző évet veszik alapul, mindig is így történik most is, és nyilván a változásokat építik be a költségvetésbe. A hangsúlyokon voltak különbségek, teljesen más helyzetben volt az önkormányzat 2010 előtt és 2010 után is. Ugye azt el kell mondani, hogy 2010 után a Magyarországon az önkormányzatokat nagyon komoly helyzetbe hozta a kormány, azzal, az hogy, adósság pontosan, azzal, hogy Székesfehérvár esetében 18 milliárd forint
tőke, és kb. 3 milliárd kamat törlesztés, a kamattól engedte el a város, tehát ez majd 21 milliárd forintos hitelt jelentett a városnak. Ettől megszabadította a kormány a város, tehát helyzetbe hozta az önkormányzatokat. Nyilván nem mindegyik önkormányzat tudott ezzel élni, ebben is voltak nyertes önkormányzatok, meg nem nyertes önkormányzatok, de egy olyan város, mint Székesfehérváron, ilyen gazdaság, ilyen erős gazdaság, és ennyi iparizási adó, ennyi saját bevétele van, a felszabaduló éves törlesztéseket, ez minden évben olyan 3 milliárd forintos éves törlesztés jelentett, ezt rögtön át tudta forgatni a fejlesztésekben, tehát én azt mondom, hogy 2010 után indult meg egy dinamikusabb fejlődés a városban, mert teljesen más alapokról indultak az önkormányzatok, helyzetbe hozták az önkormányzatokat, ez egy rendkívül nagyon komoly döntés volt, és épp azért mondtam a közgyűlésen, főleg Mátor Roland hozzászólására, hogy ezt a kormányt lehet szeretni, lehet nem szeretni, de egyet el kell ismerni, hogy az önkormányzatokat olyan helyzetbe hozta, ami az előző kormányok soha nem tettek meg, hanem ugye növeltük a hiteleket, a minden évben a felvett milliárdokat, végül is eladósodtak, nagyon sok önkormányzat eladósodott, tehát a város is a felé haladt, tehát sajnos jött ez a döntés, és 2010 után teljesen más világ indult meg Székesfehérvári közgyűlésében a költségvetés összeállítása kapcsán. Hogy azt ön is említette, ugye nem csak úgy megalapozott, de kiegyensúlyozott is minden társadalmi réteget érintő költségvetés az idei. Így véli ezt a Fidesz frakció vezetője Horváth Miklósné is, a vele készült riportunk következik most. Tulajdonképpen két részre lehet alapvetően bontani ezt a 66,4 milliárdot. Van egy 13,3 milliárdos kiadási rész, amelyik az intézményeket finanszírozza, az intézmények feladatait finanszírozza. Itt azt kell elmondani, hogy itt a három nagy kategória, a szociális és egészségügy, az oktatás és a kultúra, az előző évhez képest több mint 1 milliárd forinttal magasabb összeget kapott, forrást kapott. A másik rész, ami az önkormányzatnak a feladatai, tehát ami tulajdonképpen az egész városnak a működtetése, beleértve a fejlesztést. Ez egy 53,1 milliárdos rész. Ennek van egy olyan tartalék része, amit mindig kell, mert a biztonság érdekében mindig kell egy tartalékot képezni, ez 3,2 milliárd, és az egyik legnagyobb tétele, az a 33 milliárdos, több mint 33 milliárdos fejlesztés, aminél viszont el kell mondani azt, hogy itt egy 10%-os, ebből 10%-os Európai Uniós forrás, 20% önerő, és 70% pedig állami forrás, és ezen belül ez a 23,4 milliárd, a Modern Városok Program 16,4 és 7 milliárd az egyéb projekteknek a finanszírozása. De ugyanitt van a 6 önkormányzati tulajdonú cégnek a működtetésére is, többek között a városgazdálkodás, amelyik tulajdonképpen a város üzemeltetésével foglalkozik, a vagyongazdálkodó városfejlesztés, de ide tartozik a programszervező, vagy akár a turisztika, ez további 9 milliárdos kiadást jelent, és természetesen vannak ezen kívül a civil szervezeteket, társadalom célú, oktatási célú kiadások, itt is ebben az önkormányzati feladatokban, és amelyek önként vállalt feladatok. Na most itt az egyik nagy önként vállalt és nagyon előremutató dolog az, ami a társadalmi kiadásokra vonatkozik, és ami újdonság. Tehát ebben szerepel többek között, ebben közel 300 milliós kiadásban, és 150 millióval a 65 éven felettieknek a támogatása, ebben szerepel a digitális kompetenciának a megteremtésére, a fiataloknak az okos iskola programba 15 millió, és a felnőtteknek a további képzésére 40 millió forint van, ebben szerepel az újszülöttek számára egy 35 millió forintos, tehát, és azt nyilvánvalóan ugyanebben benne van a felsőoktatásnak a támogatása, alapítványok, ösztöndíjak, úgyhogy tulajdonképpen nincsen olyan társadalmi réteg, hogyha gondosan végigolvassa valaki ezt a részletezett önkormányzati kiadástáblázatot, nincs olyan társadalmi réteg, akire ne gondoskodna az önkormányzat. Nos, azért itt egy érdekes arányszám elhangzott, ez az állami támogatás 70%, az önkormányzati az ugye 20% és az Európai Uniós 10%. Ezt hogy kell érteni, elnök úr, ezeket az arányszámokat?
Itt főleg az állami forrásokról tudunk beszélni. Ugye a Modern Városok program keretében 15-ben megkötött megállapodás értelmében utalja a város azokra a programokra, melyet a város eldöntött. Egy példával hadd illusztráljam, hogy ez a pénz nem egyszerre érkezett be, ez a 16 milliárd ebben az évben, ez a város, állami forrás. Például 2015 és 18 között 7 milliárd forint már beérkezett a kampusz. Hogy mindenki hallott már a középiskolai kampusz fejlesztésről, ez 7 milliárd, és további 7 milliárd érkezik ebben az évben. Tehát így kell érteni ezeket az állami forrásokat, hogy nem egyszerre ide zúdítják, hanem elindítunk egy programot. Most nyilvánvaló, hogy a kampusz esetében is csúszás van, tehát csúsztatjuk a kampusznak a programját több okból, de a pénz az már az önkormányzat számláján van, és ez nekünk hál' Istennek komoly kamatbevételt is jelent. Tehát ezek a milliárdos összegek, ezek nem egy évben érkeznek ide, hanem folyamatosak, tehát a kampusz esetében látjuk azt, amint a program elindul, így jönnek a pénzek, tehát 2-3 lépcsőben is érkeznek ezek az állami források. Az Európai Uniós források pedig nyilván az egy kevesebb valami, mint az állami forrás, de ezek is a programok kapcsán érkeznek, például a palotvárosi tavak fejlesztése Európai Uniós forrásból, vagy a Zöldváros-Fehérvár átödeje ez is, és amint a programok elindulnak, nyilván utonfinanszírozással tudjuk őket finanszírozni. Tehát magyarul nem egyszerre zúdulnak be a pénzek, hanem lépésről ütemezetten, ahogy a programok indulnak. Hamarosan még több programról lesz szó, de hát ugye, ahogy azt a beszélgetésünk elején is említettük, hogy 17 igen, 2 nem is egy tartózkodás mellett fogadták el az idei esztendőben a 2019-es évi költségvetést. Márton Roland például nem tudta támogatni a költségvetést, most elmondja, hogy miért, mert megkérdeztük őt is. A város költségvetése rendkívül stabil, köszönhetően a 70 ezer székesfehérvári munkavállalónak és azoknak a vállalkozásoknak, akik mindösszesen 21,5 milliárd forint saját adóbevételt tesznek lehetővé, ez kirívóan magas a megyegyugó városok listájában. Éppen az oka annak egyébként, hogy az Orbán kormány az elmúlt 3 évben 7,7 milliárd forintot vesz el a saját adóbevételeinkből szolidaritási adó címén, illetőleg a Székesfehérvárnál hagyott feladatok finanszírozásához a kormányzati részt nem adja oda, arra hivatkozással, hogy adóerőképességben a város jól áll, ezért ott is von meg forrásokat. Ez éves szinten, az elmúlt 3 évben, ez minden évben legalább 6-7 milliárd forintos mozgástér szűkülést eredményez Székesfehérvárnak. Az elmúlt 3 évben 16-17 milliárd forintot vett ki az Orbán kormány Székesfehérvár büdzséjéből. Ennek ellenére a rendkívül nagy saját adóbevétel miatt van mozgástere a városnak, tartalékot is tudunk képezni. A mi érték problémánk a költségvetéssel az, hogy a város vezetése rosszul azonosítja a fehérváriak életminőség előtt álló kihívásokat. Nem a közlekedés javítására és a káosz felszámolására, nem az egészségügy helyzetének a javítására, nem az oktatási nevelési intézményeink infrastruktúrájára és az ott dolgozó nevelők béreinek fejlesztésére, nem a fehérvári fiatalok lakhatási válságának a megoldására fordítja ezeket a meglevő forrásokat, hanem propagandára, rendezvényekre, minden hétre jut töménytelen mennyiségű rendezvény milliárdos összegekért, professzionális sporttámogatásokra és a professzionális sport infrastruktúrának több százmillió forintos fenntartására fordítja a forrásokat. Én ezt szociáldemokrataként nem tudom támogatni, teljesen más költségvetést raknánk össze, ezeket a forrásokat felhasználva meg lehetne oldani a városban a közlekedési káoszt, diagnosztikai központot lehetne kisegítő jelleggel a fehérváriak rendelkezésére bocsátani, ami rövid, egyhetes határidővel a kardiovaszkuláris és a bérrendszeri, vagy a rákos megbetegedések gyanúja esetén azonnali diagnózist tudna adni minden fehérvárinak. Az oktatási nevelési intézmények esetében a bölcsődei, óvodai ellátás az még mindig városi feladat. Megkérdezem a fehérváriakat, hogy szerintük látszik-e a piac vezető
a saját adóbevétel mennyisége ezeken az intézményeken, és látszik-e az ott dolgozó fejvári alkalmazottak fizetésén ez a hatalmas adóbevétel, mert nem látszik. Ugyanígy a fejvári fiatalok elvándorlásának két fő oka van, az alacsony fizetések mellett a rendkívül drága lakhatás. Ma már 500 ezer forint a négyzetmétere a lakótelepi lakásoknak, ez elérhetetlen egy fejvári fiatal számára, ezért elengedhetetlen lenne, hogy a város beavatkozzon, és bérlakás építéssel segítse a fejvári fiatalokat. Ez sem történik meg. Ezek mind olyan a fejvári életminőségét javítani hivatott, elszalasztott lehetőségek, ami miatt nem tudjuk támogatni ezt a költségvetést. Most hát ugye sokféle megközelítés lehet, ön hogy látja ezeket a kritikákat? Hát nehéz megszólalni, mert én úgy érzem 80%-a ennek a demagógia kategória, amit Márta Roland elmondott. Többek között az adó elvonásról egy igaz 3 milliárd forintot valóban szolidaritási adóként, de adóelvonás mindig is volt a korábbi időszakokban is, a személyi jövedelemadóból mindig elvont az állam, tehát van egy kiegyenlítő szerepe is ennek az elvont adóknak, tehát a lecsúszottabb, nem olyan képességű önkormányzatok, gyengébb képességű önkormányzatok, fejletlenebb térségek felzárkóztatására mindig is kell, hogy a gazdag városok úgynevezett szolidaritást fizessenek be az állam kasszába. Ez a 3 milliárd, ez inkább oktatási intézmények fenntartására és egyéb működésre vonja el az állam. Ugye tudjuk, 2013-tól az iskoláknak a működtetését, fenntartását az állam vett át az önkormányzattól. Tehát nem kell a pedagógusokat fizetni, hogy a Márton Roland is említette, és oktatási intézményeket is ebből a 3 milliárdból kellene az államnak, mint fenntartó működtetőnek elvégezni. Ő említette az egészségügyet, hogy miért nem fejlesztjük az egészségügyet. Állami, ő elmondott 5 vagy 6 példát, amiből 5 állami, kimondottan állami feladat. Egészségügyfejlesztés, kimondottan állami feladat. Ettől függetlenül az önkormányzat ebben az évben is 200 milliót fordít a megyei kórház fejlesztésére. Ez is egy önként vállalt feladat. Vagy az oktatásban említette, hogy miért nem inkább az oktatásra fordítjuk. Elhangzott általam is a felsőoktatásnak a támogatása, ugye a 130 millió a felsőoktatásnak. Emellett támogatjuk a tankerületet, ugye, amely fenntartja a fehérvári iskolákat, és egyéb más szakmai programokat, oktatási, szakmai oktatási programokat támogat a város. Tehát ott is az oktatásban is még mindig jelen van nagyon sok formában, ahol éppen nem is kellene. Elhangzott a két új pilotprogram, ugye a digitális okostanterem, illetve a felnőtt képzés. Ez is mind olyan feladat, amit a város önként vállal, és 100 milliókat fizet erre a célra. Beszélt itt a közlekedésről, közlekedési káoszról. Most nem tudom, hogy ő a buszközlekedést értette rajta, vagy amúgy a városban meglévő közlekedést. Ez pedig nyilvánvaló, hogy az emberek okozzák. Annyi gépkocsi van Székesfehérváron, hogyha a közlekedési káoszra gondolt, eleve Székesfehérvár utak nem ekkora forgalomra készültek, ez egy adottság, tehát egy adott állapot. Tehát, hogyha megyünk nagyvárosokban, mindenhol ezt a közlekedési káoszt látjuk, tehát a város az utaknak a felújításával, a javításával ezeken mind próbál segíteni, de vannak olyan dolgok, amit utat nem lehet, nem gumiból van az út, tehát nem lehet megnyújtani. Például a Kisbudait, hogyha gondoljuk, ott van a legnagyobb káosz, azt nap mint nap látom, de annyi a gépkocsi, a Kisbudai utat nem lehet szélesíteni, tehát ott eleve adott ez a káosz. Városipara ezt hozza magával, erős gazdaság, nagyon sok idejáró dolgozó, nagyon nagy a forgalom. Beszélt bérfejlesztésről. Nyilvánvaló az önkormányzatnak csak azokat az intézmény dolgozókat kell bérfejlesztés, bölcsőde, óvoda, szociális intézmények. Elmondtam, hogy 660 millió kafetérőrendszer, 5-10%-os bérfejlesztés. A bér az egy olyan dolog, tudom magamról, még aktív voltam, az soha nem elég. Bármennyit ad a város, tehát mindig több, jó lenne mindig több, de lehetőségek pedig be vannak korlátozva. Említette még a sírtelen el is felejtett. Fiatalok lakhatását. A fiatalok lakhatását, bérlakás építés. Hát én azt mondom, hogy Isten óvja az önkormányzatot a bérlakás építéstől. Korábban csináltunk, tehát végeztünk bérlakás építéseket, általában hitelre, de a Mura utcában, a Hübner utcában és a Gáncspál utcában. Hál' Istennek a Mura utcai lakásoknak a bekerülési költségét ugye átvállalta az áram, mert az mi mindig fizetnénk a hitelt, mi mind nem fizettük volna ki, és a lakások állaga pedig azóta már nagyon-nagyon leromlott.
A bérlakás építés bármelyik nyugati önkormányzatot megkérdezzük, nem az önkormányzatnak a feladata, az a magántőkéjé. Az önkormányzatnak a lakókat, tehát a szociális vagy a bérlakásban élőket rászorultság alapon kellene, hogy támogatni, és támogatja is a város. Akár lakbér támogatással, vagy egyéb más lakhatási támogatásokkal is. Tehát ez sem kimondottan önkormányzat feladat. A fiatalok lakhatáshoz jutása pedig a város nagyon sok olyan lakás, bérlakásra ír ki programot, közfeladatellátó, szociális ágazatban dolgozó személyek részére, akik pályázhatnak, tehát saját maguk is pályázhatnak bérlakásokra. Több ilyen programot ír ki a város. Tehát a bérlakás építés nem hiszem, hogy megoldaná ezt a problémát, amit ő mond, mert nem kimondottan önkormányzati feladat. Megyünk tovább, és még majd visszatérünk részletekre, de megkérdeztünk más képviselőket is, Juhász László például a Válasz önkormányzati képviselője éppen a környezetvédelemben tett előrelépéseket emelte ki, amiről már ugye mi is itt szót ejtettünk, de nézzük meg, hogy ő mit is értett ezen. Az elmúlt években Fehérvárok által jól látható fejlesztési irányok gyakorlatilag mennek tovább. Rengeteg fejlesztést tartalmaz a költségvetésünk, hiszen szinte a felét a pénznek, ami ebben a költségvetésben van, a fejlesztésekre fogjuk költeni. Annak a jelentős része a magyar kormány forrásából, egy kisebb része helyiből és egy minimális szintje uniós forrásba fog megvalósulni. Azon kívül a programokban is egy új elemek vannak. Azt gondolom, hogy idén először meg tudjuk ünnepelni méltóképpen a környezetvédelmi világnapot például. Erre ragyogó helyszín lesz a megújult Sóstó és a stadion környéke, hiszen a befogadó képessége rendkívül nagy, és erre korábbi években például nem volt példa, hogy a környezetvédelmi világnapra úgy hívjuk föl a figyelmet, ahogy méltó lenne egy ilyen nagyvárosnak. Azon kívül nagyon fontos zöld fejlesztésekről is döntöttünk ma, hiszen indulni fog a Modern Város program keretében a Városi Zöld Tüdő program. Erre az első, nem is az első, hanem többik döntést hoztuk meg, tehát lassan már annak is majd szemmel látható vonatkozásai is lesznek. Hát nagyon fontos, hogy az egyik legrosszabb állapotban Székesfehérváron közlekedése van. Sajnos erre még szinte az átfogó fejlesztésre éveket kell várni, hiszen az intermodális központtal itt tényleg át fog alakulni Székesfehérvár közlekedése. Viszont hogy biztos, hogy a belváros környékén sokszor lehetetlen parkolóhelyet találni, és nem megfelelő módon is helyeken állnak az autók. A mai napon döntöttünk egy közbeszerzés kírásáról, hogy több mint 5000 parkoló épülhet egy parkolóház keretében a Palotai úton. Azt gondolom, ez is egy nagy előrelépés lesz. Most ez azt hiszem, hogy javarészt ezeket a témákat már érintettük. Így van, teljesen jól mondta Juhász László, mert a környezetvédelemre nagyon sokat fordít a város. Ugye döntöttünk ma is a Fehérvár tüdeje programnak az elindításáról, ahol fatelepítés, 1000 faültetés elindult az a program. Tavaly javasolták fiatalok, hogy minden évben 1000 fát. Hát a Palotavárosban is lehet látni, hogy rengeteg fát ültettünk az elmúlt évben. A közösségi tereknek a megújítása, a parkoknak a létesítése, tehát 100 milliókat fordít a város erre, tehát nagyon komolyan vesszük a környezetvédelmet, és hát próbálunk az emberek, az itt élők egészségét is egy egészséges környezettel védeni. Azt hiszem, hogy az előbb még a bölcsödek kérdéskörre nem reagáltunk. Igen, azt megfelelkeztem róla. Annyi mindent mondott Mátor Roland a bölcsödéknek a kérdéséről. A bölcsőde is részben az én meglátásom szerint ott jobban be lehetne vonni a magántőkét a bölcsődék esetében is, de ettől függetlenül a város 100 milliókat költ csak ebben az évben eszközbeszerzésre 4 bölcsődénél, és egy bölcsőde pedig felújítást fogunk végezni. Tehát azért mondom, hogy minden egyes intézmény, bölcsőde, óvoda felújítása folyamatban van, egyszerre nyilván nem lehet megtenni ezeket. Új bölcsőde építéséről valóban nincs tó, nincs terv, de átalakításokkal, félőhelybővítésekkel a régiekben meg lehet oldani azt a kérdést, ami jelenleg jelentkezik. Új intézmény létrehozása, épp a közgyűlésen mondtam, óvatosan kell bánni minden egyes új intézmény létrehozásával. Az elmúlt évben a közgyűlés, csak példaként mondom, a közgyűlés 3 vagy 4 új intézményt hozott létre, ugye a Balettszínház, a Kutatóintézet, a Prosperis Alba, illetve a Siklósi Gyula Kutatóközpont, illetve a Fehérvár Sóstói Stadion, tehát a MOL Aréna jelen pillanatban a város fenntartásában van. Erre a 3
3-4 intézményre közel 500 millió forint, csak a Sóstói stadionnak a fenntartása éves szinten 381 millió. Azért itt azt kijelenteném, hogy itt jó bevétel, tehát itt komoly bevételre is számítunk a különböző bérbeadásokkal a Sóstói stadion esetében, de a városnak, mint működés, évi 381. Tehát azért mondom, hogy bármilyen új stadion, új csarnok, új intézmény, utána a működtetése rendkívül sok, utána ott a foglalkoztatóknak a bérkérdése, tehát nagyon komolyan, nagyon óvatosan kell bánni ezekkel az új intézményeknek a létrehozásával és a fejlesztésével. Ugye itt a köztérben ma már többen megszólaltak, akik támogatták a költségvetés elfogadását, ugye volt olyan, aki nem, és volt, aki tartózkodott, mégpedig Horváth Tancsa Ágnes, nézzük, hogy ő miért tartózkodott. Vannak olyan problémák, amik országos jellegű problémák, ilyenek a tanárhiány, az óvónő hiánya, az orvosok előregedése. Ezek mindmond olyan kérdések, amik egy-két éven belül jelentősen fogják érinteni Székesfehérvárt is, és problémát fognak okozni. És nem látok olyan programpontot, olyan költségvetési pontot, ami ezeknek a megoldása felé próbálna elmozdulni. Nyilván nem mi fogjuk megoldani önkormányzati szinten, de a város mindig is innovatív megoldás. Megoldásokat talált az ilyen országos jelentőségű problémákra is. Én azt gondolom, hogy ebben is kellene efelé lépnünk. A másik az a közlekedés kérdése. Nagyon régóta mondom, hogy ha nem is azonnal kellene átvennünk a közlekedést a KNK-tól és saját vállalatban gondolkodnunk, de lépéseket kellene tennünk afelé, hogy felmérjük, hogy ezek valóban milyen költséggel járnának, hogy ezt be tudja vállalni a város, és ez irányú törekvés sem található ebben a költségvetésben. Azt hiszem örökzöld dolog, hogy a közösségi közlekedés az mindig valamilyen úton, módon terítékre kerül. Pontosan így van. Kezdettől fogva, emlékszem a kezdeti időkben, a 90-es években is teljesen más vezetése volt a akkori volánnak. Minden évben a közgyűlés előtt ott volt a volánnak, a közlekedésnek a kérdése. És állandó vita volt mindig, hogy mennyibe kerül, mennyit kér tőlünk a volán a szolgáltatásért. Ugye egy kötelezően ellátandó önkormányzati feladat, azok a kilométerek, amelyeket a város megrendel, azt a városnak meg kell fizetni. Mindig örökös téma volt az, hogy mi legyen a közlekedéssel. Én azt mondom, hogy a közlekedés a közösségi közlekedés. Jelen pillanatban nyilván vannak problémák, vannak hibák, de én mindenkit óva intenék attól. Én kimondottan az ellen vagyok teljes mellszélességgel, hogy nem szabad átvenni a KNK-t. Soha nem lehet, ma egy közösségi közlekedés nem lehet úgy működtetni, hogy ez ne kerüljön nagyon sok pénzbe a városnak. A világon sehol nem lehet, ugyanis ma jelen pillanatban nem lehet annyi viteldíjat kérni utazóktól, amelyek a költségeket egyáltalán fedezik. Ugye azért ne felejtsük el, hogy Magyarországon nagyon sok ember ingyen utazik, nagyon sok ember 50%-kal utazik. Ezeket a költségeket valakinek meg kell fizetni. Jelen pillanatban a tulajdonos, az állam fedezi ezeket a költségeket. Ezek 100 milliós nagyságrendek éves szinten. Akkor minden évben azok a problémák, amelyek a gázolajjal, akár a kilométerrel, új vonalak beállításával nagyon sok pénzbe kerül a közösségi közlekedés. Úgy, hogy nem a miénk, nem mi vagyunk a tulajdonosok, a város így is 980 millió forintot fizet a KNK-nak azért a szolgáltatásért, amit ma kapunk. Át kell alakítani, bele kell majd nyúlni, de ugye tudjuk azt, hogy az országban két városban hagyták jóvá az intermodális közlekedési központot, az új buszpályadvart, egyik Székesfehérvár. Tehát 100%, hogy most már Székesfehérváron állami pénzből meg fog épülni az új buszpályadvar, tervezések elkezdődtek, lenne a vasút mellett, úgyhogy utána, hogyha ez elkészül az új pályadvar, akkor bele lehet az egész globálisan a város közlekedésében nyúlni és átalakítani. Addig nem szabad, és átvételben sem szabad, az én megítélésem szerint gondolkodni. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm én is a lehetőséget. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket, köztérrel legközelebb jövő héten pénteken számítok majd önökre itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!